A nemzetközi felmérés a 4. és 8. évfolyamos tanulók teljesítményének vizsgálatára szolgál a matematika és a természettudományok területén. Segítségével nem csak a hazánkon belüli teljesítmény jellemzők követhetők nyomon, hanem az is, hogy az egyes országok tanulóinak eredményei miben térnek el egymástól. Olyan képességeket mér a gyerekek részéről, amik igazából egy-egy tanítási órán nem tanulhatóak, hanem egy folyamatos, rendszeres munkát igényel, kreativitást igényel, a gyerekeknek a rátermettségét, a gondolkodási képességeit próbára teszi, és ez alapján tudják sikeresen megoldani ezeket a feladatokat. Tehát egy nagyon gyakorlatias mérésről van szó, ez nagyon gyakorlatias ismereteket és tudást mér ez a rendszer. Rendszerszerűen, egy életvitelszerűen ilyen szemlélődő életmódot kell folytatni a gyerekeknek, és figyelni a körülöttünk levő világnak, környezetnek a jelenségeit, és akkor fogja tudni ezeket megoldani, és hát nyilván ehhez kell a pedagógusnak a munkája is, aki meg ráirányítja a gyerekeknek a figyelmét erre a jelenség sorra, és a gyerekekben tudatosuljon, hogy mi is az, amit látnak maguk körül, és értelmezzék, elemezzék, hogy mi az, ami történik, és további gondolatokat, következtetéseket vonjanak le ezekből. Az igazgató szerint az oktatás színvonalát és a gyermekek tanulmányi sikereit nem csak az átadott ismerethalmaz mennyisége és minősége befolyásolja, hanem a pedagógus lelkesedése, felkészülése, a jó közösségi szellem és az alkotó légkör is. Nagyon jó, pozitív értelemben vett versenyszellem van az iskolában, tehát nagyon szeretnek a gyerekek akár versenyszerűen is a tudásukról számot adni, ezért mi mindig igyekszünk őket olyan versenyekre elvinni, amik tényleg a felkészültségi szintjüknek megfelelő, és ki tudják próbálni magukat más környezetben is, nem csak iskolán belül. Ezért azok a mérések is, amik iskolán belül zajlanak, ezek segítik ezekre a versenyre való felkészülést, illetve arra, hogy megalapozzák a tudásukat. A már említett kompetencia méréseken kívül, amik 4., 6., 8. és 10. évfolyamban zajlanak, mi minden 7. évfolyamon és minden 8. évfolyamon szoktunk úgynevezett továbbhaladási mérést szervezni, ami nem csak írásban, hanem szóban is zajlik, tehát tulajdonképpen egy ilyen vizsga szituációban találják már magukat a gyerekek 7. és 8. is, illetve az idegen nyelvekből is felső tagozatban már ilyen nyelvvizsga, arra felkészítő jellegű vizsgákat szervezünk. A Bethlen iskola évekkel ezelőtt eldöntötte, megváltoztatják a matematika oktatás módszertanát, ezért a játékos logikai oktatást helyezték előtérbe. Az eredmény nem maradt el. A HVG külön kiadásában megjelent összesített lista alapján a Krúdy Gyula gimnázium és a Kölcsey Ferenc gimnázium mellett az iskola a 100 legjobb közé került az országban. Matematika érettségi eredményességét tekintve szintén az ország legerősebb gimnáziumának egyike lett.